Bár a fagy és a hóesés még távolinak tűnik, ennél a nyíregyházi gumiszervíznél már október végén elkezdődött a téli gumiszezon, mivel a reggeli és esti alacsony hőmérsékletek indokolttá teszik a nyári gumiszettek lecserélését. Magály Péter azt mondta, egyre többen használnak 4 évszakos gumikat, de a nagy többség még mindig a téli és a nyári gumit váltogatja, vagyis mindössze az autók 10%-án van 4 évszakos gumi. Magyarországon 1,6 mm a abroncsnak a mintamélysége, ami alatt már kötelező cserélni. Ugye téli gumiknál, hogyha téli gumira szorítkozunk, ez 4 mm-nél javasoljuk. Ugye itt értelemszerűen a mintázati mélységből kifolyólag a tapadás és minden egyéb menetteljesítmények az autónak kedvezőbbek. Továbbá ugye nagyon fontos azt is kiemelni, hogy teljesen más a keverék összetétele a mintázati kialakítása egy téli abroncsnak, mint egy nyári abroncsnak. Ugye itt értelemszerűen egy sokkal puhább keverékről beszélgetünk, hogy megadja a stabilitását, a biztonságos közlekedését a hideg utakon is. Illetve ugye a mintázatban, mintázati blokkokban úgynevezett amellák vannak kialakítva, például a kapaszkodó képességét javítja az abroncsnak és az autónak is ezáltal. A szakember szerint a téli gumi a hideg útfelületen nem csak magasabb tapadást és biztonságosabb közlekedést eredményez, de az üzemanyag felhasználást is hatékonyabbá teszi. Ugyanakkor Magály Péter óvaint mindenkit a használt gumi vásárlásától. Használt gumit semmiképpen nem javaslunk senkinek, ugye az már egy autóra fel volt szerelve korábban, az előélete nem ismert, úgyhogy belső szerkezeti sérülések lehetnek az autó vagy az abroncsba, ami a biztonságot befolyásolja, tehát ez veszélyessé is válhat akár, hogy nem javaslom a használt abroncs vásárlást. A már meglévő, újonnan vásárolt, már meglévő abroncsoknál nagyon fontos a mintázati mélységet figyelni. Egyébként ezt el tudja dönteni a vásárló önmagának is. Ma már az egyes újabb gyártóknál a futófelületen úgynevezett DSI megjelöléseket használnak. Itt lehet látni számszerűleg, hogy milyen a abroncsnak a mintázati mélysége. Értelemszerűen, amíg szám látszik, azt mutatja meg, hogy milyen a mintázati mélység. Ez ugye 8 mm-ről indulunk átlagosan egy téli guminál, 4 mm-nél javasolt a cseréje az abroncsoknak. Illetve nagyon fontos, hogy újra figyelni az abroncsnak az életkorára. Nem szabad összekeverni a DOT számot azzal, hogy mennyire régi az abroncs, hanem nagyon fontos azt figyelni, mikor lett felszerelve. A felszereléstől számítva 4 évig lehet használni egy abroncsot, tehát ez egy nagyon fontos tényező. A DOT szám pedig azt mutatja meg, hogy az abroncsnak a gyártási kora mikor történt. Ugye 3 éves koráig az abroncs friss gyártásnak minősül, 5 éves koráig pedig új, és onnantól számítva 4 évig felhasználható. Tehát ez a 10 éves időintervallum, amire fontos figyelni egy abroncs életkorát illetően. A szakember úgy látja, az idei év végére akár 40%-os drágulást is tapasztalhatnak azok, akik új gumiabroncsot vásárolnak. Sajnos egyéb terméket is, a gumiabroncsot is jelentősen utolérte az áremelési hullám. A tavaly évhez képest átlagosan 40%-kal lettek drágább a gumiabroncsok az idei évben, ami jelentős számnak mondható. Ugye ez egy átlagos felhasználónál egy abroncs cserélni kb. 100-120 ezer forint, hogyha nem abroncsvásárlás esetén. Bár Magyarországon nem kötelező a téli gumi alkalmazása, a biztosító társaságok az esetleges balesetek után mentesülhetnek a fizetési kötelezettség alól, ha az autó abroncsa, illetve a gumi minősége nem volt megfelelő.